Dagobert bácsinak van az a nagyszerű kincses kamrája, amiben mindig fejest ugrik a főcímdal alatt, és valami csodával határos módon nem sérül meg. Na nagyjából ennyi pénz van most a világgazdaságban, ami kettő dolgot eredményezett. Az egyik, hogy egekben az infláció, a másik pedig, hogy valahol a Marian árok szintjén a kamatok. Hát ezzel kezdenie kell valamit a befektetőnek, úgyhogy a mai adásban erről fogunk beszélni, kezdünk. Csillogó szemek, dollárhegyek zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privát bankáraink osztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Lelkemben a rőzsedalok továbbra is izzanak, mindenkit üdvözlünk nagy szeretettel ez a Pénzbeszél podcast 21. adása a stúdióban helyet foglal velem Tátrai Csaba és Horváth Attila, aki az Investmentors Hungary alapító tagja, valamint vezető privátbankárai. Én Magyar Zoltán vagyok, privátbankár és műsorvezető erre a Fertály órára, ami alatt megbeszéljük az alternatív befektetések témakörét. Alternatív befektetés az nem azt jelenti, hogy vagy befektetünk, vagy nem, hanem olyan befektetések értünk, értünk ezek alatt, mint például műérték, drágakő, legó, bélyeg, kosaras kártya, indokolatlanul drága cipők. Jó, erről fogunk a mai adással alkalmával beszélni. Attila, mi a vélemény az, az alternatív befektetések világáról? Itt már a nyitáskor a felvetetted azt, hogy hogyan is jutottunk el oda, hogy egyáltalán ez így témaként így fölmerül meg, hogy miért foglalkoztat szerintem napjainkban egyre több befektetőt. Ugye adott a piaci helyzet, hogy nulla a kamat, mellette nagyon sok pénz van a világban, és még infláció is van, úgyhogy tolja ez az egész piaci helyzet a befektetőket abba az irányba, hogy valamit kellene kezdeni a pénzükkel. És ilyenkor akarva, akaratlanul is azért felvetődik az emberekben, hogy akkor mégis mit lehetne csinálni, hiszen ha valaki esetleg ózkodik a részvényektől, vagy már annyi van neki, hogy nem tud vele, nem, nem tudja már azon, vagy nem akarja már azon a téren itt tovább növelni, esetleg nem akar ingatlant vásárolni, de a párnaciha is túlságosan idegen neki, akkor mi az, ami még ezen kívül lehetséges. És akkor ugye most megjelenik egy komplet eszközosztály, és ezt ugye a bitcoin, meg a kripto, de ennél talán az még érdekesebbek, azok a Befektetések, amik, amik nem ennyire népszerűek, de mondjuk a saját berkeiben, a saját területén azért egészen jól működnek. Lehet mondjuk a b a, a Cipő, vagy mondjuk a Lego, majd az utóbbről fogok egy pár gondolatot mondani, mert ott van személyes tapasztalatom is. De, de hogy ezt vizsgáljuk meg, igen, azt, hogy ezekben egyáltalán kinek való ez, mint befektetés, meg hogy, meg hogy érdemes-e egyáltalán ezzel foglalkozni egy átlag befektetőnek. Én ketté osztanám ugye a befektetői kört intézményi és magán vagy retail ügyfélkörre, és ugye azt lehet látni, hogy mind a kettő csapatot, kört érinti az alternatív befektetések világa, tehát ez pár hetes sztori, hogy egy nagy alapkezelő, Gyakorlatilag millió-több millió, millió dollár vásárolt egy kosaros kártyát, amin volt egy aláírás, és ezt kvázi befektetésként belerakják a portfólióba, és hagyják most már az egyéb alternatív, ugye klasszikus esetben mondjuk mit nevezünk annak, mondjuk üzemanyag, vagy akár nemesfém, és még hosszan lehetne sorolni ugye a klasszikus alternatív befektetéseket. Most már ezeket nem tartjuk alternatív befektetésnek, ezt lehet látni. És a másik kör, ugye talán ez még érdekesebb a hallgatók számára, ö, elsősorban ugye a XXI. században a közösségi médiából tájékozódnak, és ott egy iszonyat hype alakul ki, akár a, a bitcoin, akár a, az egyéb más alternatívákkal szemben. És kifejezetten ugye erről is már volt korábban szó, hogy fórumon megbeszélik azt, kisbefektetők, pláne most ugye nagyon sokan a koronavírus miatt otthon voltak, ráértek, és volt pénzük, és azt a pénzt cégekbe fektették be, olyan cégekbe, amik nagyjából egy ugrásra voltak a, a csőc, ö, csőttől. És felhajtották az árfolyamot, több száz százalékot emelkedett. Én szerintem ez is egyfajta alternatív ö, része a befektetésnek, és akkor a bitcoin, az meg egy szintén egy olyan, vagy egyáltalán a blockchain technológia, mert a bitcoin az csak egy-egy ilyen kis elemet ö, vesz ki az egész rendszerből. Ö, a a, a, a sortiment gyakorlatilag végtelen a, a blockchain rendszerben, és ö, és erősen aggályos azért, hogyha ha ezeknek a számát, volatilitását és egyáltalán a, a, a mögöttes folyamatait nézzük. Amellett, hogy mi, nem, mint, mint, mint privátbankárok nem foglalkozunk ilyen alternatív befektetésekkel, vagy még nem, tehát egyelőre legót még nem lehet nálunk vásárolni befektetési célral, de mégis, hogyha valaki elkezdene gondolkodni ezen, hogy alternatív befektetési eszközöket is elhelyez a portfóliójában, akkor milyen szempontokat kéne mérlegelni ezt szerint Attila? Szerintem érdemes onnan indulni, hogy ugye ezeknek az alternatív befektetéseknek, tehát a legtöbb alternatív befektetés az egyfajta gyűjtői piacra épül. És ahhoz, hogy valaki ezen a területen sikeres legyen, ahhoz szerintem az átlagnál, tehát Eleve a felületes ismereteken túl sokkal mélyebb ismeretekre van szükség. Ez, ez egy elég összetett ö, dolog. Ismernie kell mondjuk a gyűjtőknek a lélektanát, azt, hogy mi az, ami foglalkoztatja őket, hogyan gondolkodnak. Ismerni kell a ö, ö, aktuális trendeket, ö, meg mi az, ami mondjuk a jövőben várhatóan működni fog. Illetve ismernie kell így a piacnak a szerkezetét is, hogy mondjuk hol érdemes vásárolni, hol érdemes eladni. És akkor majd erről egy kicsit fogok bővebben beszélni, mert ez egy nagyon nagy különbség a, a tőkepiac és az alternatív befektetések világa között. A tőkepiac egy szabályozott terület, ahol könnyen lehet vásárolni, és ami nagyon nagy dolog, hogy könnyen lehet eladni. És ezt igazából egészen odáig nem is értékeljük, hogy, hogy mennyire könnyen lehet eladni, amíg nem látjuk azt, hogy mondjuk egy másik befektetésnek, akár egy ingatlannak egyébként mennyire körülményes tud lenni az eladása. Ahol pont most olvastam a portfólión, hogy ugye 4-5 hónap átlagosan egy, egy panellakásnak az eladási ideje, amíg lezáródik a tranzakció, onnantól, hogy valaki meghirdeti, azért elég hosszú idő. Nagyon. Igen, és akkor egy alternatív befektetésnél ott meg ugye eleve ö, számolni kell azzal, hogy, ö, hogy, meg kell ismerni a piacot, hogy hol fogja tudni valaki eladni, ezt, erre föl kell készítenie magát. Ugye nem egyszerűen csak az eladás lesz érdekes, hanem ugye az, hogy ki, ki tud sikeres eladóvá válni. Mert mondjuk egy, egy tőkepiaci befektetésnél ott igazából olyan hatékonyan működik a piac, hogy nem kell, nem, igazából meg annyira demokratikus, hogy ö, meg annyira egyenlő mindenfél, hogy, hogy, mindenki, hogyha van egy adott ár, kb. mindenki ugyanazon az áron fogja tudni így eladni. De, de mondjuk, mondjuk a legóra tudok mondani konkrét példát, és az egyébként igaz lesz majd a cipőre, igaz lesz majd a kosaras kártyára, meg az összes ilyen alternatív befektetésre, hogy ahhoz, hogy valaki jó áron tudjon eladni, ahhoz föl kell építeni egy, egy, reputációt, tehát ahhoz kell, hogy egy, egy, egy híres eladó legyen, hogy ne, neki el lehessen hinni, hogy amit ad, az mondjuk minőségi, kell tudnia szépen befotóznia ezeket a termékeket. Kell Valóban létezik az eszköz, hát amit igen, el mert akar, egyébként vagy az, az áru. Ez mondjuk fölmerül, hát most például gondolj bele, hogy egy mondjuk egy olyan könyveknél, amik mondjuk aláírt, mondjuk az író aláírta. Ugye Tolkien, ugye? például igen. hát igen. mondjuk egy első kiadás, a igen. a a szerző ugye Tolkien aláírta, nyilván többszörösét éri sokkal, mint ami, ami ugyanabban a kiadásban egyszerűen nincsen aláírva. Főleg, hogyha még van esetleg valami kis szöveg mellé, hogy valakinek ajánlja, akkor, akkor nyilván még személyesen, még történet is kapcsolódik hozzá. Ez, ez ugye magával adódik, hogy azért ez egy könnyebben hamisítható dolog, mert azért ki lehet nézni azt, hogy Tolkien így hogy írt, és akkor ezt, ezt le lehet másolni. Úgyhogy egy ilyen típusú terméket, egy ilyen könyvet azt fog tudni sikeresen eladni, aki ezen a téren már fölépített magának egy hírnevet. Most ahhoz, hogy valaki egy, egy, neves eladó legyen, hát ahhoz az kell, hogy évek vagy évtizedek óta ezen a piacon legyen, ismerje ezt a piacot, elhiggyék neki, elkezdje azt, hogy először kisebb árakon adjon el, és eljusson oda, hogy neki van, van már egy akkor árukészlete, van egy nagy könyves polca, vagy egy, vagy egy könyves boltja, ahol, ahol teli van ilyenekkel, mert ugye az is számít, hogy hogy fogják őt megtalálni. Akinek csak egyetlen egy darab könyve van, sokkal szűkebb a lehetősége arra, hogy ezt eladja, mint annak, akinek van egy egész könyvesboltja, számomra szóval mennek folyamatosan az emberek, és lehet, hogy nem azért megy be, hogy megvegye ezt a Tolkien könyvet, a gyűrűkurát, hanem valaki teljesen más szeretne vásárolni, de meglátja, megtetszik, neki beleszeret, és a végén megveszi, lehet, hogy sokkal drágábban, mint, mint egyébként a piacon elérhető lenne. Van ügyfélsztoritok, akár, vagy személyes tapasztalatotok ilyen alternatív befektetések világából? Van, nagyon sokan vesznek mondjuk műtárgyat, mert eddig erről nem volt szó. Szerintem a klasszikus értelemben vett alternatív befektetés, most hogyha tényleg így a bitcoint kivesszük az egész egyenletből, elég nehéz egyébként hozzáteszem, de mondjuk marad a, maradnak az, a nemes fémek, az ezüst, akár a platina, arany, ugye, és ott vannak a műtárgyak. Műtárgyakban nagyon sokan investálnak, és ott is több száz százalékos hozamot lehetett elérni az elmúlt mondjuk egy évtizedben és vannak numizmatikai gyűjtők, meglepően egyébként sokan, tehát összesen négy olyan ügyférről tudok, aki konkrétan ugye nekünk is az irodában van és onnan jött a, a beszélgetés blokk. Ez az érem gyűjtemény, ugye? Hát és többek e között, igen, igen, és igen. És papír társai. Igen, igen, igen. És akkor visszatérve erre, hogy, hogy például van olyan Kossuth amit tényleg Kossuth is aláírt, és akkor hát nyilván annak az értéke, ugye sokkal-sokkal többet él, mint a sima Kossuth bankó. És hát ugye az nagyon érdekes egyébként, hogy klasszikus értelemben, hogyha már aranyról beszélgetünk, és ugye azért a, a, a gazdaságot, meg a gazdasági folyamatokat nem tudjuk kivenni egyik podcastből sem, nem is akarjuk, de hogy klasszikus értelemben ugye ezek válságfémek, és annak ellenére egyébként, hogy ilyenkor emelkedni kéne folyamatosan, látva az inflációs adatokat, 0%-os kamatkörnyezetet, és azért még mindig azért recesszióban vagyunk, vagy egyes országok mindenképp, pan. ezt látva egyébként az aranynak, meg az egyéb fémeknek az árfolyama nem, hogy emelkedne, hanem folyamatosan egyébként csökkent az elmúlt hónapokban. És felmerül a kérdés, hogy vajon hol van az a pénz egyébként, ami, ami ebbe kéne, hogy menjen. Hát elsősorban egyébként alternatív befektetésekben. Ugye mondják a bitcoinra is, vagy egyáltalán a kriptodevizákra is mindig visszatérek ide, hogy ez gyakorlatilag ugye digitális aranyként funkcionál. És lem, ez lehet, hogy beigazolódik, és az a pénz egyébként, ami mondjuk az elmúlt évszázadokban ilyenkor az aranyba tódult, ezekbe az alternatív befektetésekbe ment. Mert például egyébként beszélhetünk, ugye itt megemlítettétek a, a cipőt, itt is a limitált szériás cipőknek az árfolyama, ugye külön uh, itt is fórumokat, weboldalakat tartanak fönt, és licitálás megy folyamatosan, tehát mint egy árverésen. És szerintem, uh, hogyha egy picit így az ember utána néz, ezt röviden megtettük, de hosszan tudnánk sorolni, hogy gyakorlatilag mi mindenbe raktak pénzt és szerintem a legabszurdabb ilyen felfedezéseket, a befektetéseket te találtad. Az NFT-k? Igen. igen. Hát az egészen bizarr, ez a Tehát az... CryptoPunk, igen. igen, Amik, ö, amik ilyen 8-10 millió dolláros igen. áron elmennek, apró kis pixelképek. hiszem a rekord értékesítés az 22 millió dollár volt egy pixel képért, tehát ez nem is az, amit így otthon... Tehát ugye, egy digitális kép, egy digitális kép, ami, ami kép, nem igen. kivehető egyébként, hogy, hogy milyen paca látszik, és nagyjából <laughs> Windows 95-ön egy tíz éves gyerek mondjuk ott meg tudta szerkeszteni 10 perc alatt azt a pacát, és azt adták el ilyen összegér, de volt egyébként simán egy ilyen mm, színskála is, ugye, amit mutattál, annak is ugye több száz dolláros értéke volt. Tehát ez bárki egyébként tudja otthon végezni, és mindenféle grafikai ismeret nélkül, felrakja a megfelelő tőzsdékre, és akkor lehet egyébként betörni a piacra. Tehát kvázi nem kell nekünk befektetni, hanem befektetési eszközt is előállíthatunk, ami, ami szintén egy újabb teret nyit, és hát persze minden annyit ér, amennyit adnak érte. Te jól érzem, hogyha én egyenletes valamilyen szempontból azért kiszámítható hozamokra bazírozok, akkor talán ne az alternatív befektetések területén kezdjek el kereskedni első körben. Hát semmiképpen se, szerintem, mert ami szerintem nagyon jól látszik, hogy ezeken a befektetésekben azok tudnak igazán sikeresek lenni, azok tudnak igazán eredményesek lenni, akik maguk is részt vesznek ebben a piacban, tehát mondjuk gyűjtők, vagy mondjuk hobbiként kezelik ezt, és igazán, tehát akik, a, azok, azok fogják jól megismerni ezt a piacot, meg azok tudnak szenvedéllyel hozzáállni, mert ide az is kell, nem elég csupán azt, hogy megvásárolom, és akkor ülök rajta, és várok, mert, mert ezt ismerni kell hozzá. Mondok erre egy, egy jó kis ellenpéldát, vagy egy ilyen érdekes sztorit hogy a 90-es években az USA-ban egy komoly képregény volt, és maga az egész képregények, akkor jött be az, hogy ilyen zacskóba kezdték árulni a képregényeket, hogy limitált szériák megjelentek, amiken külön más matricák voltak. A tartalom az lehet ugyanaz volt, de mondjuk ötször annyiba került, mert volt rajta egy extra matrica és, és ez, ez egészen 97-ig így felfutásban volt, volt, ami több millió dollárért ment el egy-egy képregény, egészen abszurd árak jöttek létre, és, és, hát a végén nyilván az a piac összeesett annyira, hogy a Marvel, akit most már mindenki ismer, hogy itt a szuperhős filmeket így gyártják ezzelre, csődbe ment. Konkrétan annyit, annyi képregényt kinyomtak, hogy, és hogy, hogy nem tudták a végén eladni, mert összeesett a piac, és nem volt rá kereslet. Úgyhogy azért történetnek meglepő fordulatok is, mert lehet, hogy mondjuk azok a képregények, amik akkor lehet, hogy több ezer dollárért mentek, most már csak egy-két dollárba kerülnek, és ha valaki csak is simán bevásárolt annak a reményében, hogy majd 10-20 év múlva milyen jó üzlet lesz, az, az igazából most... Telerakta a nappalit. Igen, <laughs> igen. Vagy mondjuk de a tulipáláz is egyébként hasonló. <laughs> hát igen, vagy akár ugye magyar példa, a pengőnek a sorsa is ugye azzal gyújtottak be. Vannak ilyen képek egyébként, nem csak hogy söprik, hanem azzal gyújtanak be, gyerekek játszanak, meg azzal tapétáztak. Tehát, hogy... Ő, Pablo Escobar is azzal gyújtott be, nem a pengővel, hogy amerikai dollárral, de és teljesen más okokból. Igen. Szerintem így az alternatív témakört elért. Hát elértkeztünk odáig, hogy szerintem ilyen lezárható csak annyi ez a kockázat és mellékhatások tekintetében nagyon-nagyon fokozottan figyelje mindenki oda egyébként, mert az esetek többségében átláthatatlanul magas egyébként a kockázat. Tehát ezt szokták javasolni, hogy ez kicsit olyasmi, mint a rulett, amit egyáltalán nem javaslunk szintén senkinek, de hogyha valaki alternatív befektetésben gondolkozik, akkor az az egyik legfontosabb, hogy tényleg csak azt a pénzt rakja bele, amit nem sajnál, hogyha az egész elmegy. Mert nem lehet ö, senkihez se oda menni reklamálni, nincs felügyelet, nincs betétbiztosítás, és nagyon-nagyon sok minden nincs, ami egyébként például a tőkepiacon van. Így van, nekem is ez jött le Attila mondataiból, meg ehhez kapcsolódóan, hogy nagyon kell ismerni ezt a területet, eleve részesének kell lenni, hobbi szinten, vagy mondhatnám úgy is, hogy tét nélkül veszek benne részt első körben, és utána ennek a gyümölcseit szüretelem, minek után benne vagyok évtizedekig, vagy akár bármilyen hosszabb időtávon keresztül. Úgyhogy ezeket mérlegelvén, nem elfelejtve a hagyományos és egyébként ellenőrzött piacokon történő befektetéseket, mindenkinek javasoljuk a fontolgatást, további podcastek meghallgatását, a feliratkozás gomb állandósult nyomkodását. Más csatornáknál is lehet, de nálunk főleg érdemes. És hát mindenkinek kellemes befektetési döntésekben, gazdag, további szép napot kívánok. A ah, viszont hallásra, viszont látásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.